világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autó család tagja. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Valamint a Surgeon Zrt. Az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgeon Zrt. Az üzleti vállalati tanácsadó. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádion, július 12-e kedreggel van, 4:09, és Ács Gáborral vagyunk itt. És Gede Balázsa. És 0630-2010-909-es WhatsApp Viber szám. Azt mondja, hogy... megint egérpara van. Hogy... sziasztok, úgy emlékszem, lehet, hogy rosszul, de a városban nincs jobbra tartási kötelezettség, ezzel nem a középső sávban tötymörgőket védem, csak szólok. Nem, ott nincs. Tényleg. Az az autópálya. Igen, igen, abszolút. Valamit összekutyultunk volna? Hát csak egymás mellé tettük, hogy az autópályán is. Igen, igen, és ez lehetett zavaró. Igen. Ettől függetlenül, tehát nem szabálytalan. Így van. Mm. Ettől függetlenül katasztrófa, ritmusta a mással nem törődő kocsikázás a magyar utakon. Igen, így van. Azt mondja, hogy nem enged be senki senkit. Pályán amúgy is szívás a 100-zal menő külsőből besorolni 150-nel menő belsőbe. Ezért sokan ráparáznak és bérletet vesznek a belső közésső sáv. Igen, ezt mondtuk ugye, hogy ez több autóvezetőnek is hát komoly kihívás, és ezért nem tudjuk hibáztatni, azért az egy talán az egyik legveszélyesebb manőver az előzés után. Azt mondja, hogy na most meg valaki azt mondja, hogy a városban is jobbra tarts van, azt nem ott valami. Mi úgy tudom, hogy nincs. Szerintem se. Nem is, de... nem is lehet, tehát ugye hát ott számtalan elágazás van, meg minden, ez olyan párhuzamos utakon lehet, ahol például autópályán nincs balra. Igen, igen, igen. Azt mondja, hogy a városban kvázi javasolt a jobbra tartás, de valóban nem kötelező, még ez jött nekünk. Aztán jó reggelt, a katás nyugdíjas, miért fáj nekik, a másodállást meg nem engedi. Ha kell, három helyen is dolgoznék, adott beszedői, de ha lebetegednék, csak egyik jövedelem után kapnék táppénzt, írja Judit. Hát rengeteg hasonló kérdés van Kata ügyben, igen. Igen. Azt mondja, hogy vidéki nagybátyám azért nem vezet Budapesten, mert sávot kell váltani. Igen, hát ott meg főleg nehéz begyakorolni, hogy ez lehet a fő szerezni. Ok, igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Na, nézzünk útinfókat. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Hát, én nem tudok friss hírekkel szolgálni. Pedig vannak balesetek, ezt nézem. Hát, van olyan is, ami véget ért, ugye mi mondtuk ezt a Pécelli M0-ás autóúti balesetet, az 50-es kilométernél újra két sáv autózható, de a kocsisor csak lassan oszlik fel. Tehát ott végül is ez egy jó hír, hogy megszűnt maga a baleset és a helyszínelés, de a dugó az még feloszlóban. Igen, de a Chuck Norris híd az teljesen áll, illetve a... hogy... mi a rendes neve? Colbert híd. Szóval az M0-ás torkolata ott a Budakalász irányába, ott van egy baleset, és elég hosszú sort látunk. Ugye ennek a részleteiről várnánk még információkat, illetve az M3-as bevezető is nem sokkal a Városligeti torkolat előtt is csúnyán bedugult, innen is várnánk plusz információkat, hogy meddig tart és mi áll itt a háttérben, hogyha valaki arra jár, azon túl úgy tűnik, hogy a város jól járható. Úgyhogy 0630-2010-909, ide várjuk a kiegészítéseket. Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli. Na, a Megyeri híd eszembe jutott. Na, igen, okay. Igen, igen, harmadik. Harmadik kísérletre. Itt van telefon túlsó végén Pogácsa Zoltán közgazdász, társadalomkutató, a Soproni Egyetem docense. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Azon apropóval hívtunk, hogy megjelent egy köteted a Globális Elit címmel. Hát ez egy nagy átfogó, sokat mondó cím, de honnan közelítesz, és mire világítasz rá a könyvben? Onnan indult a könyv gondolata, hogy olvastam egy interjút azt hiszem a HVG-ben Kornei Jánossal csinált a Farkas Zoltán, ami arról Piketty-ről szólt, és arról, hogy szabad-e haragudni a gazdagoknak, és ott Kornei János erősen védelmébe vette a gazdagokat, hogy hát
Vannak persze csalók meg, stb., de hogy a többsége a gazdagoknak az tisztességesen szerzi a pénzét, és egy olyan dolgokat csinál, ami jó a társadalomnak, és ne haragudjunk a kapitalizmusra, stb. És ugye ezen annyira felmérgeltem magamat, hogy írtam egy könyvet, ami arról szól, körbe megyek a világ körül, Amerika, Oroszország, Európa, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Kína, és megnézem, hogy a legismertebb gazdagok, Donald Trumpontól mondjuk Jack Ma-ig és Boris Berezovskytól a indiai származású dél-afrikai Gupta családig, ki hogyan szerezte a pénzét, és próbálom bemutatni, hogy hát ez a legritkább esetben történt tisztességesen. Egyébként, ha tisztességesen történik, mert én meg közben azon agyaltam, akkor annak van helye, hogy egy valaki tisztességesen összeszedi azt a marha nagy vagyont, aztán elkezdi osztogatni azzal szemben, hogy esetleg a más többi, a társadalom egyéb tagjai maguk szereznék meg azt a pénzt, amit ő oszt el másoknak. Meg mi számít tisztességesnek, és itt hol van a határ? Mi számít tisztességesnek, ez azt hiszem érdemes elolvasni a könyvet, mert ott rengeteget foglalkozok ezzel, de ritka. Tehát, hogy azt mondanám, hogy az igazán nagy elit személyiségek közül, ha igazán belenézünk a történetbe, akkor a legritkább esetben találjuk, nyilván vannak tisztességes vállalkozók, én nem azt akarom mondani, de egyébként sokkal sűrűbben a kis és középvállalkozók között. Ferdinand Brodel, egy francia gazdaságtörténész mondta egyszer, hogy szinonímaként használjuk a kapitalizmust és a piacot, de az a helyzet, hogy a piaci cégek azok sokkal nagyobb esetben kis és középvállalkozások, ahol tényleg valódi érdemi verseny van. Az igazán nagy vállalkozók azok az esetek többségében monopóliumok, kezdve a kelet-indiai társaságtól, egészen a mai nagy multikig, amik igazából fogjul ejtik az államokat, és nagyon sokszor abból élnek, hogy vagy monopóliumot alakítanak ki, vagy természetes monopóliumok, mint a Facebook, vagy fogjul ejtik az államokat, mint a nagy olajcégek. Tehát iszonyatosan ritka a globális elit szintjén az, hogy valaki tényleg versenyből tényleg tisztességesen gazdagodott volna meg. Ezek szerint Zuckerberg nem tisztességes? A Zuckerberg egy monopólium, tehát hogy annak idején rengeteg Facebook-szerű kezdeményezés volt. Maga a Facebook szó is egyébként nem Zuckerbergnek a találmánya, hanem abban az iskolában, ahol elkezdte a Facebookot, ott volt egy másik ilyen kezdeményezés társas médiára, és annak volt meg a Facebook egyébként. Tehát ismerjük az Ivivet, a MySpace-t, a V-kontaktot, stb. Rengeteg ilyen volt. Mitől vált pont Zuckerberg Facebookja nagyjá, ezért lássuk be, ez nem egy hatalmas technológia, tehát azt leprogramozni, hogy mondjuk az emberek arca, meg Ács Gábor arca ott legyen pár infóval róla, és tudjon kommunikálni mondjuk a másik három millás fiúval, ez nem egy nagy programozási vasszintas. Miért pont a Facebook lett az? Azért, mert ezt finanszírozták meg először, többek között Peter Thiel történet könyvben részletesen le van írva, akit először nagy arányban megfinanszíroz valaki, nagy befektető csoportok, abból lesz a monopol, hiszen itt nem érdemes többet működtetni, ez olyan, mint a vasúti pályák, hogy nem érdemes 4-es, 5-öt, 6-ot egymás mellett működtetni, ebből csak egy lesz, hát ez lett belőle. De akkor ez még nem tisztességtelen, vagy az? Tisztességtelenek nem mondom, csak éppen nem az a piaci verseny, amit mondjuk Kornay János szeretett volna látni, amikor azt mondja, hogy a kapitalizmus jól működik, ez pont egy piaci kudarc bizonyos értelemben, amikor monopóliummá válik az Amazon, monopóliummá válik a Facebook, és egy csomó minden más. Uh-huh. Nem tudok leakadni erről. Lehet, hogy van egy példát mondani arra, aki szerinted tisztességtelen, és nem legkevésbé gondolnánk róla? Vagy így a közismertek közül? Hát, ugye Donald Trump, aki hát iszonyatosan sok ilyen tényleg valószínűleg büntetendő dologban volt benne. Aztán mondjuk Robert Maxwell, akiről írok, aki egy nagy sajtómágnás volt, akkor a szaudi uralkodó család, hát gyakorlatilag az összes orosz oligarha, tehát kifejezetten tisztességtelenek. És a nagy nyugat-európai vállalatok, a svájci bankok, a Deutsche Bank, részletesen írok a Deutsche Bankról,
És a Vatikán, tehát egy külön fejezet van a Vatikánnak a különböző pénzügyeiről, hogy ők miket és hogyan finanszíroztak. Uh-huh. Tehát ez lehet, hogy ilyen méretfüggő? Tehát ugye említetted, hogy főleg a KKV-ban lehető fel az a fajta működési modell, ami még tisztességesnek nevezhető az elitnél kevésbé, hogy előbb-utóbb elér egy szintet egy vállalat, hogy olyan befolyása lesz, hogy egész egyszerűen nem tudja megállni, hogy ne úgy működjön, ahogy? Nem azt, hogy nem tudja megállni, én azt mondanám, hogy nem is nagyon lehet. Tehát egyszerűen egy bizonyos szint fölött politikai kapcsolatokat kell ápolni, le kell fizetni a politikusokat, de magához ahhoz, hogy növekedjünk, tehát hogyha megnézzük mondjuk, hogy a PayPal hogyan növekedett, úgy növekedett, hogy nem jelentette be magát például pénzügyi szervezetnek. Tehát miközben pénzügyi tevékenységet végzett, nem jelentette be magát, és lefizetett egy csomó embert, hogy legyen minél nagyobb, és például anonim módon lehetett PayPal-en utalni, tehát bármilyen terrorista vagy bűnöző utalhatott, és mire a hatóságok utalérték a PayPal-t, és megfinanszírozták, megbüntették őket, azt a büntetést simán ki tudta fizetni, mert ezzel a úgynevezett growth hack-kel, növekedési hack-kel akkor ára nőtt, hogy az már fillérekbe került neki kifizetni a büntetést. Tehát ezzel a csellel nagyobbra nőtt, mint az összes többi, mert hogy ilyen fizetési rendszerből is ismeri, hol volt annak idején. Miért pont a télet ilyen, miért éppen lett nagy ezért. Uber Story most fut nagyot egyébként, meg kiszivárogtak itt a kezdeti növekedésről is érdekességek. Ez még nyilván a könyvedben nem szerepelhet. Két figurával kapcsolatban vagyok kíváncsi vagyok ezek után a véleményedre. Egyik Elon Musk és a Tesla, illetve Jack Ma és az Alibaba. Elon Muskról direkt keveset írtam, mert annyira megosztott személyiség, de nekem nagyon rossz véleményem van Elon Musk összes tevékenységéről. Tehát az a valaki, aki képes magárepülővel Amerikából elutazni Monakóba, hogy megnézzen ott egy Forma 1-es versenyt, majd visszarepül magárepülővel Amerikába. Ezzel gyakorlatilag akkora CO2 kibocsátású üvegházhatású gázkibocsátást produkálva, mint más emberek teljes életükben. Az nekem nem mondja, hogy ő meg akarja menteni a világot. Űrkoronizáció szerintem teljes őrület, de sokkal fontosabb dolgok vannak. Jack Ma egy nagyon aranyos, kedves ember, de nem ő miatta lett nagy az Alibaba, erről viszont részletesen írok a könyvben. Alapvetően az Alibaba szintén kismillió próbálkozás közül az eBay-t akarták lenyomni Kínában, az győzött, akit megfinanszíroztak, és egy tajvani származású hongkongi üzletember finanszírozta meg az Alibabát, és ők mind a ketten a kommunista párt tagjai, Jack Ma is, és ez a tajvani üzletember is, és a kínai állam vásárolt az egyik állami intézménye a másiktól az Alibabán keresztül, tehát azzal tolták fel a forgalmat, hogy a kínai állam tolta ezeket a megrendeléseket. Tehát igazából Jack Ma az egy ilyen arc, az egy ilyen népszerűsítő arc, aki vidám, jól tud angolul, nagy jó storyteller, de igazából nem ő az igazi érdemi oka annak, hogy pont az Alibaba lát nagyja. Hát akkor adja magát egy amazonos kérdés is, hogy ott is hasonló volt? Igen, tehát ott is rengeteg ilyen kezdeti dolog volt, az inkább a Facebookhoz hasonlít, tehát az Amazon is egy természetes monopólium, ha valahova feljár az ember online vásárolni, akkor egy idő után ebből is természetes monopólium. Nem töltünk le 5 darab ilyen appet a telefonunkra, egy ilyet fogunk használni, előbb-utóbb valakinek hozzá kellett válnia. Uh-huh. És ki az, aki szerinted tényleg példaértékű, egy hatalmas, és mondjuk tényleg a saját tehetsége alapján jó nagy kockázatot vállalva, de keresztül mindenen, és mondjuk nem monopóliummal fejlődve. És az elért eredményeit azt jól használja. Igen. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. Azt hiszem, hogy az esetek többségében ezek ismeretlenek maradnak. Tehát ugye szokták mondani, hogy valakit fejlesztenek valami sok munkával, kutatók vagy programozók. Na, ezek tipikusan egyébként bért kapnak. Tehát hogy ezek tipikusan ismeretlen emberek, akik dolgoznak valahol egy irodában, kapnak egy bért, és sokszor jó bért egyébként, de nem ők a tulajdonosok. Tehát mondok egy példát egyébként, ugye sokat szokták emlegetni, Korna is emlegeti Bill Gates. Bill Gates a kezdetekben programozgatott valamit, de utána nagyon keveset programozott, és igazából a kapcsolatait használta.
De maga az, hogy Bill Gates tudott programozni, az már arról szólt, hogy ő egy olyan iskolába járhatott, amikor igazából beindult pontosan ez a technológia, ami a számítógépek és később az internet lett, akkor Amerikában nagyjából a gyerekeknek hát egy ilyen 1%-a járhatott olyan iskolába, ahol már lehetett programozni. Nyilvánvalóan egy okos, tehetséges gyerek volt, de az amerikai gyerekek 99%-a ettől el volt zárva, nem is szólva globálisan. Tehát igazából ez egy óriási szót helyzeti előny, és ezt a közgazdászok sokszor nem látják, a szociológusok jobban látják, hogy milyen társadalmi struktúrák vannak a mögött, hogy valakiből vállalkozó lehet, és másból pedig nem. Oké. A globális elit, ez a címe, igen, hallgatók már kérdezik, úgyhogy valószínűleg jó ízelítőt adtunk ebből a kötetből, és hát nyilván a nagy könyvforgalmazó áruházakban, portálokon, online shopokban elérhető. Zoli, köszönjük szépen! Köszönöm szép szépen! Szép napot, szia! Köszönöm, sziasztok! Pogácsa Zoltánnal, a közgazdásszal, a társadalomkutatóval, a Soproni Egyetem docensével beszélgettünk az új könyvéről, a globális elit a címe, és hát ahol, ahogy hallhattátok, lerántja a leplet a nagy multikról, és hát arra, hogy hogyan születtek a vagyonok. Hogyan születtek a legnagyobb vagyonok. Hogyan jutnak el oda. Igen, ez érdekes, amit mond, ugye, hogy bizonyos szint fölött valószínűleg nem tud normális lenni. Igen, egy, de az is egy cég, mert valóban kormányokkal, politikusokkal, az összes zsiványjal jobba kell lenni. Igen, csak azért, nem, ugye, csak azért nem mindegy, és mondjuk ezt látjuk mondjuk itt a legszűkebb környezetünkben is, hogy hol van az a szint. Tehát, hogyha eljutsz saját erőből, tehetségből valameddig, és aztán jön egy szint, ahol már kénytelen vagy ebbe belefolyni, és akkor még eldöntened, hogy milyen, tehát Magyarországon mondjuk el kell döntened, hogy milyen szinten folysz bele, vagy hát el vagy a suranópályán, és akkor ott valahol mondjuk a lista alján, hogyha a gazdaglistákat nézzük el, tengőc, vagy pedig beállsz, és üzletelsz azokkal, akikkel mondjuk kell, és csembe, akkor lehet szépen exponenciálisan. Igen, de hát ez mondjuk magyar specialitás, illetve persze néhány országban van még hasonló, de ez a monopólia, a válás, ezek a nagy lépcsők, meg hogy a politikai kapcsolatokat mennyire használják meg, ugye a korrupciós szálak a háttérben, ez mind persze érdekes kérdés. Na, úgyhogy Pogácsa Zoltán új könyvéről beszélgettünk a szerzővel. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazz.